Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Mai más világ vendégem, Pityinger László Dobmán, énekes vagy rapper, meg megmondó ember, vannak bizniszeid is. Igen. És a Dűne című filmet választottad. Ugye itt előleg általában dokumentumfilm van, aha, de teszünk különbséget, hogyha valaki vagy játékfilmet szeretne. Miért ezt a filmet választottad? Hát egyrészt azt gondolom, hogy az utóbbi évek filmtermésének az egyik legjobb alkotása, együtt a kettő. Mert most két rész van, aztán elvileg lesz három. De nagyon fontos üzeneteket hordoz magában. Tehát azok meg túlmutatnak az alkotáson. Ez már kötődik a könyvhez is. De különben, ha kötelező jelleggel dokumentumfilmet kellett volna választani, csak te mondtad, hogy lehet akkor, játékfilm. Akkor félreértettük egymást, de akkor mit választottál volna? Hát tegnap láttam egy nagyon jó dokumentumfilmet, egy srácról szól, a Netflixen is fönn van, de én már valamelyik ismeretterjesztő csatornán is láttam, hogy megkereste azokat a helyeket, ahol 100 év fölött élnek az emberek, igen, nagyon igen, sokan. Igen. És akkor... egy magyar rendezőpáros most nem ugrik be, de a világ legboldogabb helyei, vagy szóval valami ilyesmi. Azt hiszem, ők is csináltak ilyet. Ez egy amerikai srác. Ja, ez egy amerikai. Körbe biciklizte a földet, de valószínűleg hasonló úton megy keresztül, és hát eljutott Okinawára, Amerikában, az Egyesült Államokban is talált egy ilyen várost. Görögországban talált egy szigetet, és Costa Rican. És akkor ez baromi érdekes volt, pont tegnap én főztem, itt van a unokaöcsém, és akkor ilyenkor olaszt főzök neki, olasz kaját, és aztán elmentek az öcsémek kutyát sétáltatni, anyámmal néztük ezt a filmet, de én már láttam, közbeugrott be, csak a Netflixen elkezdte nézni. És akkor kutatta ennek a jelenségnek a miértjeit, hogy ez hogyan lehet így, hogy emberek így 100 év fölött is élnek. Jó, szerintem 100 év fölött csak vidáman érdemes élni. Tehát most, hogy én 50 lettem, és akkor mondják nekem, hogy hát legalább még ennyit, akkor kérem, hogy tegyék hozzá, hogy legalább ilyen hangulatban, hanem jobban, mert ilyen megszomorodott 100 évesnek lenni nem jó. Azért is szoktam úgy felköszönteni embereket, hogy Isten éltessen egészségben, szeretetben, boldogságban és beteljesült célokban gazdagon, ameddig jól esik. Tényleg boldog születésnapot, mert most pár napja volt előtt. Hát, március 20-án, igen. Március 15-én kezdtem el járni, egy éves születésnapom előtt 5 nappal. És anyám és apám között az volt a vita tárgya születésem előtt, hogy miért nem 15-én születtem. De legalább a járást azt megcsináltam 15-én. Szóval, akkor egy kicsit a dokumentumfilmnél, mi volt a megállapítás ennek a filmnek, vagy mármint annak, hogy ki, hol, miért élnek 100 éves korukig az emberek, vagy 100 fölött? Hát igazából én azt látom, hogy közelebb vannak az egyensúlyhoz. Az egyensúlyi állapot az jobban fennáll. Teljesen más dolgokat tekintenek fontosnak. Mint van hitük, család, életcéljük. A hit az nagyon fontos, tehát valamiféle vallásosság, ezzel nem a dogmatikus vallásosságot értem. Tehát amikor a vallásosság dogmatikussá válik, ott már szentek gondok vannak. Nagyon egyik kedvenc gondolkodom, vagy filozófusom az Ellen Watts, akit mindenkinek ajánlok. Szerintem az egyik legfontosabb ember így a 20. századi gondolkodók közül. Egy alapvetően anglikán gyökérből induló ember, aki aztán eljutott a Távol-Keletre, és körbejárta a legnagyobb mestereket, és az összes tant betéve ismerte, egyébként a kereszténységet is, és aztán meghalt alkoholizmusban, ezt hozzá kell tennem, mint a bódhiszatvák többsége, az elég egyébként a mai világban, de sőt már a 20. században is, de nagyon fontos megállapításokat tett, és például a kereszténységgel kapcsolatban, de egyébként iszlám irányában is kutakodtam valamikor, és annak a kapcsán merült ez föl, hogy
hogy tulajdonképpen valahol a kereszténységet is ott tudjuk megtalálni lényegét, illetően mielőtt a Róma államvallásra tette. Tehát mielőtt államszervező vallás lett belőle, ott vannak meg a lényegi fontos dolgok a kereszténységet illetően. Visszatérve a hosszú élet meg boldogság, egyébként a szüleim, vegyük a magyar lelkiállapotot kutatták, már meghaltak. Ilyen követéses vizsgálaton 80-as években kezdték, és igen. Még egyébként most is volt, ez Hunger Study a címe, és még most is volt egy utánkövetés. És abban azt állapították meg, hogy a vallásosság, a jó házasság, ha van életcél az embernek, ezek a hosszú élet, meg az egészséges léleknek a lehetőségei. De ami nagyon érdekes a vallásosság kapcsán, hogy a legegészségesebbek, meg a lelkileg, testileg azok voltak, akik vallásukat gyakorolták. Utána voltak az ateisták, és a maga módján vallásos volt egy ilyen kategória, azok éltek a legrövidebb ideig, mert a közösségnek nagyon nagy a szerepe abban, hogy, hogy meddig élsz. De most... Az ateista is vallás. Hát igen, igen, mondjuk azt mert nem az tudom, a vallás, hogy azt mondja, hogy igen, mondjuk az nincs közösség. Tehát ugye a vallásnál ugye van közösség, a maga módján meg az ateistánál nincs. De most ne menjünk el erre, majd elmehetünk. De visszatérve, akkor ez volt az érdekes a dokumentumfilmben, és akkor a Dűne, mert azért mégiscsak igen. Arra készültem, meg akkor megnéztem, persze. Hogy megnéztem. Neked azt mondtad, hogy többről szól, hogy mi az a több, ami neked többet jelentett, mint maga a film. Mondj egy-két dolgot. Hát ami nagyon érdekes nekem ebben a filmben, az a történetnek a kifutása. Tehát, hogy úgy tud teljes lenni egy mű, vagy egy filmalkotás, hogy igazából negatív a vége. Tehát a lezárás az nem egy pozitív kimenet. A tökélet párhuzamokat lehet vonni a Csillagok háborújával, szerintem az a gyermekeknek készített Dűne valamilyen formában. Persze ott is, hogyha a teljes 9 részt egyben nézem, akkor a probléma újra felvetődik, még a idézőbe vett jóknak a győzelmével is, és akkor ez egy alapvető kérdés, hogy jó meg rossz. Hát ugye nincs jó rossz nélkül, és rossz nincsen jó nélkül, tehát hatalmas szükségük van egymásra, hogy meg tudjanak testesülni az általunk tapasztalt világban. De tehát attól volt nekem nagyon izgi ez a film, hogy a lezárása az egy negatív végkifejlet, de így is kész van. Tehát persze sejteti a folytatást, meg tudjuk is, hogy ennek is van egy legendáriuma, de kész van, és nagyon nagy tanulságok vannak. Na benne, és milyen tanulságok? És ez elsősorban a bálvány. A bálványjá válás, meg azok a fajta minták, ezek a karmikus minták, amiket szinte minden áron be akarunk teljesíteni. Tehát, hogy nem vagyunk képesek sokszor szembenézni a saját magunk toxikus mintáival, és ragaszkodva hozzájuk, újabb és újabb sorstragédiákat idézünk elő magunkban. Tehát itt is azt látjuk, hogy a főhős végig tud arról, hogy mi hova fog ki kerekedni az ő személyisége, és mi lesz az ő szerepe, és hogy bálványán fog válni. És tök érdekes, mert egy időben magam is törekedtem arra, hogy egyfajta bálvány legyek. És ha amit most csinálok, az sok szempontból afelé irányul, hogy széttépjem a saját magam bálványságát. Tehát nem szeretnék se bálvány lenni, se gurú lenni, se tanító, se nagy igazságok megmondója. Mert azt gondolom, hogy ahogy elhiszem ezt magamnak, ott már a megfelelő törekvésnek vége van. És itt ez nagyon izgalmas, hogy tudja, hogy mi lesz. És mégis megcsinálja. És erről szól az emberi élet. Kicsit tudtál azonosulni ezzel a főhőssel. Aki nem látta a filmet, ugye van egy
hát ez egy ilyen fiktív világ, egy bolygó, igen, ahol vannak akik így ellenállók, és van a nagy hatalom, kicsit a nagy hatalom, aki ott kihasználja őket, meg sivatagját teszi a bolygójukat, az úgy még kicsit ilyen nácikra hajaz, mert kopaszok, meg úgy vonulnak, igen, meg nem tudom, igen, és vannak az úgymond terroristák, vagy nem berberek, tudom, nekem egyébként igen, a mai világban inkább így az arabokra hasonlítanak. Berberek, mert, ha belegondolsz, igen, ugye kék szeműek, igen, és ugye igen, kifejezetten tehát, azt hogy a fajta sivatagi ötözködést. Igen, tehát ott a sivatagba elbújva így próbálnak ezzel a nagy és a vallási törekvés, fundamentalizmus. De ami közben marára spirituális, de hogy a tudat képezi a működésünket, hogy végül kiderül, hogy a vallásuk, ami van nekik, és ami azt gondolják, hogy öröktől fogva van, az egy ilyen valamiféle varázsló közegnek a ajándéka a számukra. Tehát, hogy még a vallás illető változásokkal kapcsolatban, és nagyon fontos kérdések vannak feszegetve ebben a filmben. Pont az iszlámra visszatérve, mert ugye itt jelentősen megjelenik a filmben az iszlámnak a hatása, sőt a könyvben van olyan vallás is, hogy buddhiszlám, meg ilyen mindenféle jó dolgokkal játszadozik az író. De hogy után jártam az iszlámnak, és hogy kereste a csávó, a kutató, ez is egy dokumentumfilm volt az iszlámról, hogy kereste az iszlámnak a gyökereit, kereste Mohamedet. És mikor az arabok kirajzottak ugye a 6. század környékén a sivatagból, és elkezdtek ott hódítani, nyoma se volt az egésznek. Meghódították Jeruzsálemet, meg már arab birodalom volt, és sehol semmi, nincs Mohamed. És egyszer csak megjelent. És tök érdekes, mert hasonlít párhuzamos a sztorival, hogy az arab birodalomban volt valamiféle feszültség, és elkezdték figyelni a zsidó meg a keresztény vallásokat, és a hitvitákat. És ha megnézed, az iszlám az puritánná változtatta a zsidó meg a keresztény vallást, és átültette arra a logikára, hogy ezek az emberek gondolkodtak a sivatagi logikához. De ez egy mesterségesen kreált valami volt, tulajdonképpen az első református vallás, az iszlám, és utána viszont a gyakorlás miatt elnyerte a spiritualitását. Tehát például én az egyik legkomolyabb hely, ahol leginkább éreztem azt, hogy amit Istennek akarnak hívni, de vagy éreztem azt az igazi hitet, vallást, ahogy valamit fölépítettek, és az nem is egy puritán templom volt, Abu Dhabiban nagy mecset. Tehát én bementem oda, meg ott körülöttem mászkáltam, tehát olyan fehérséget, meg olyan kéket még életemben nem tapasztaltam. Olyan hatása volt rám, hogy ilyen nagy levegőket kellett tőle vennem. Pedig fényűző volt, mert bent tele volt ilyen arany erekjékkel, meg mindenféle kincsel, tehát egy ilyen abszolút fényűző, teljes mértékben a vallásosság ellenében működő dolog, de mégis érezted, hogy és szóval ezért nagyon izgalmas, és hát maga a film ugye a társadalmi kérdéseinkkel is. Hogy vajon hol kezdődnek a mi problémáink? Valóban ott kezdődnek, hogy ki van a kormányon, vagy ki viszi ezt az önkormányzatot, vagy a hétköznapokban kezdődnek a problémák. Az anyák és apák között, a szülők és gyerekek között, utána a felépülő barátságokban, az emberi kapcsolatokban, az üzletben, a szerelmi viszonyokban, hogy gyakoroljuk magunkat. Krisnamurti, ez egy nagyon nagy gondolkodó volt szintén, ha már Ellen Watsot felhoztam, sokan egy újjá született Buddhának gondolták, ő például széttépte az összes vallást. És csak úgy, hogy kérdéseket tett föl. És utána, amikor széttépett mindent, akkor visszaadt egy más formába, és akkor elnyert egy más rátekintőt, hogy hoppá, mégis van ez, csak nem úgy, ahogy gondoltam. De ő mondta, hogy amíg problémád van a világgal, addig magaddal van problémád. És azért volt izgalmas a Düne, mert szerintem, meg akár ez a hosszú életet kutató film, mert a magyar társadalom szerintem végzetesen toxikussá vált. Maga a társadalmat alakító legapróbb elem, atom, az ember, az egyén toxikusan működik. De miért?
Hát, miben toxikus, vagy miben nyilvánul meg, hogy szerinted toxikusan működik a magyar társadalom? Nagyon sok feszültsége, belső feszültsége él, feldolgozatlan feszültségek, titkok társadalma vagyunk. Kis családokon belül mindenki, aki felnő a családba, és akkor emlékszik, hogy beszéltek otthon az asztalnál, és akkor erről így nem beszélünk. Tudod, a magyaroknál nagyon sok ilyen van, erről nem beszélünk. Mit a latinok lenn a tengerparton, ki kiabálják? Na, nekem egy nagyon izgalmas karakter vagy. Kezdve ott, hogy egyébként én az életem egyik első interjúját veled készítettem, nem tudom, 30 uh-huh. évvel ezelőtt, nagyon-nagyon régen, akkor én akkor ilyen 20 éves voltam, és egy nagyon menő rappernek számítottál, én is néztem a zenéjét, vagy hallgattam. Ugye az volt a fő imidzset, hogy minden nőt megkapsz, és minden megy, és buli, pia, vagy nem tudom miféle még minden, amit csináltok, és egy igen. ilyen nagy gangster élet. És akkor kérdeztem tőled ebbe az interjúba, hogy beszélsz így a nőkről, vagy valamit a nőkkel kapcsolatban, és akkor te azt mondtad, hogy az anyákat tiszteled. Tehát van a nő, akiről repesz, és vannak az anyák, és az egy másik kategória. Már akkor nekem ez így érdekes volt, ez a kettősség, és hogy azóta meg ugye, hogy követlek, látom, hogy milyen nagy szeretettel vagy a húgod iránt, aki ugye beteg, a sokszor posztolsz olyanokat, vagy posztoltál régen is, hogy a család, emlékszem, így a Covid-ban volt egy ilyen nagyon aranyos jelenet, hogy ott volt még apukád, aki azóta meghalt, anyukád, az unokaöcséd, az öcséd, húgod, és ott így viccelődtetek, és egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulatú családot mutatott be az a videó. Anyukád mit szólna hozzá? Tehát nem tudok elkezdeni egy ilyen nagyon nagy szerető családot, ahol a fiú egyébként állandóan olyan klipeket készít, hogy három seg között van a feje, vagy nem tudom. Tehát, hogy anyukád nem mondta, hogy kisfiam azért így nem illik viselkedni, vagy valami? Nem. Anyám az iszonyatosan büszke rám. De nyilván érzékeltem, mikor már ilyen veszett szélsőségekbe mentem. Tehát például van a Strici Visszatér című lemezem, ami egyébként a közönség többségének az egy klasszik lemez. De hát egy mai PC világban nézve azért engem keresztre feszítenének. Tehát ott már azt mondta, hogy kisfiam, ez egy kicsit sok lesz hát már. Hát meg megyünk lopni. Azzal nem volt problémája, mert az mondjuk egy társadalom kritika. Tehát az egy helyzet felrajzolás, de a Strici Visszatér lemezem az mondjuk egy ilyen apollineri őrületbe hajazó valami volt sok helyütt. De te tényleg voltál strici, meg tényleg loktál? Tehát, hogy amiket... Hát most ilyeneket az ember kamera előtt kijelik, strici voltam, szóval loptam. Mondjuk úgy, hogy sok szempontból közel voltam a tűzhöz. Tehát, hogy nem mondhatni azt, hogy én meséket írtam volna. Így visszagondolok az elmúlt x évre, azért csoda, hogy élek. Főleg, hogy így élek, meg ilyen állapotban, hogy vagyok. De és ez... most úgy is döntöttem, hogy egyre szebbre öregszem. De ez, hogy csoda, hogy ez annak az, hogy annyit ittál, nem tudom, kábítószereztél, hát, olyan világban voltál. Ne, hát robbant veletem bomba, amit el tudsz képzelni. Tehát voltam egy csomó szituációban, ahol nem feltétlenül kellett volna ott lennem, ha okosabb vagyok, de hát én nem csak beszéltem erről, hanem amennyire lehet, éltem is, ami így utólag nézve ostobaság, mert én remekül el voltam a zenéből, tehát semmi szükségem nem lett volna arra, hogy a éjszakai emberek társaságában töltsem az időmet, és persze ennél csináltam volna százszor mondjuk úgy építőbb dolgokat is magamat illetően, de mégis építő dolgokat csináltam, mert ide jutottam, és ettől volt igazi, amit csináltam. Tehát nem az volt, hogy egy ilyen Petri csészébe összeraktam, hogy én leszek a gangster rapper, és akkor vagy hogy van egy minta, amit érdemes megcsinálni. Persze az elején az Olinál voltak dalszövegfordítások, tudom meg ilyenek,
de meg nyilván nekem is voltak hatásaim, meg példaképeim, meg merítettem zenei elemeket innen-honnan, de hát ők is merítették valahonnan, meg az életükből, de nekem azért reflektált az életemre az, amit megírtam, és az, hogy mégis úgymond egy egész kerek személyiség lehetett belőlem, az nagyban köszönhető a családi hátteremnek. Tehát ami az alapja egy embernek. Tehát mikor volt az, hogy azt mondta anyukád, hogy még úgy olyan szétesve jöttél haza, vagy meghallottam, vagy nem tudom, te otthon elmeséltél dolgokat? Anyám nagyon férfi párti. Tehát a fiús anyák azok sokszor keményebben gondolkodnak a nőkkel kapcsolatban, mint a férfi, mint az ilyen férfiak, mint én, amit prezentáltam ott a dalaimban. Tehát mikor egy nőnek fiai lesznek, akkor ugye elkezdi más szemszögből nézni a világot. Ugye a gyerekéhez lojális, és ezért azt szereti, a gyerekét szeretik. Például azért mondom, hogy jó párkapcsolat titka az, hogy az embernek a vagy bocsánat, hogy ilyen szavakat használok, már nem tudom, hogy ilyet lehet-e, de a férfinek a nője legyen jóba a férfi anyjával. A férfinek a nő apjával kell jóba lenni. Nagyon fontos. Mert ugye ezek az alapvető figurák, amik meghatározzák a párkapcsolati modellt. Tehát, hogyha például a férfi felesége nincs jóba a férfi anyjával, az atomizálja a férfit. Mert a szexuális kötődés, meg valamiféle intellektuális kapcsolat mentén ragaszkodik a feleségéhez, de ha az nagyon szembefordul az anyjával, akkor az alapmintázatot támadja meg. Tehát, hogyha valamit formálni szeretne, azt rendkívül finoman kell csinálni szerintem. Tehát anyám férfi párti, őt inkább az zavarta, amikor már úgy nagyon szétcsúsztam valóban. Tehát hirtelen ilyen 105 kiló voltam, hát visszanéztem magamról felvételt, mikor felfedeztem a majkát, tehát nem volt nyakam. Borzalmas állapotban voltam, szerintem. De mit? Egyel azelőtt voltam, hogy ilyen sztrókot kapjak, vagy valami szív problémám legyen, vagy valami végzetes dolog. Tök érdekes, hogy ebből milyen módon visszajöttem. Jó, de még azt mondd meg, hogy ugye vannak a klipjeid, azt mondod, azért van összefüggés a klipjeid, vagy a zenéid és a valóság között. Van, akitől bocsánatot kérnél, vagy bánod már így utólag, mondjuk nő, vagy nem tudom, vagy akárki, amit akkor tettél? Hát az az igazság, hogy most. Tehát azok a nők, akik velem kapcsolatba kerültek életem során, és hát most az ilyen futó dolgokra nem nagyon térnék ki, mert az futó dolog volt, de akik így húzamosabb ideig kapcsolatban voltak velem, azok engem nagyon szerettek, mint a mai napig. Tehát én azt mondom, hogy úgy egyébként egy szép emlék vagyok számuk. Jó, azok nincs kapcsolataid, de mondjuk ugye strici, arra, hogy strici meg prostituáltak. Tehát te ugye felnőttél ott a 8. kerületben, nagyon sok prostituált áldozatként kerül ebbe bele, mert egy ilyen világból jött, ezt látja menekülőtnek, vagy beszervezték, vagy valahogy megoldották. Őket nem sajnálod, vagy neked ez? Figyelj! Hozzáteszem, tehát az én mai szemléletem szerint, és ez csak az én látásmódom, én nem sajnálok senkit semmiért. Más kérdés, hogy együtt érzek mindenkivel. Tehát mikor ültem mondjuk a nagyszüleim gyilkosa mögött, úgy ültem le, hogy belevágom a baltát a fejébe, a hátsó sorba. És akkor egy ilyen bővebb tényértelmezés keretében elmondták, hogy hogy nőtt fel. És akkor még nem voltam ilyen módon törekvő, de belátást nyertem az egész láncolatba, hogy hogy került oda az az ember abba a szituációba, hogy megtette, amit csinált. És akkor érdekes volt, már nem éreztem azt a dühöt, meg haragot, meg gyűlöletet az irányába, teljes mértékben
helyeseltem, hogy el kell őt zárni a többi embertől, és nem szabad a közelükbe engedni. De például, amikor rengetegszer kaptam olyan információkat, hogy börtönbe miattam ezt tették vele, vagy azt tették vele, sokan gondolom ezzel föl is akartak vágni nekem, hogy tudod, intéztük bátyja, meg minden. De nekem ez nem volt örömteli, hogyha ő ez miatt kínokat élt át, pluszban azon túl, hogy most életfogytiglan börtönbe kell maradni a szabadulás esélye nélkül. Tehát nekem ez nem okozott örömet, valamilyen módon az együttérzés még az irányába is megszületett bennem, de sajnálni, a sajnálat az egy ilyen lesajnáló gondolat. De ott itt ugye a te nagyszüleid gyilkosságát iránt érzed, de ugye amikor te voltál a hibás, vagy amit te tettél, tehát amikor te viselkedtél gonoszul, vagy lenézően, vagy durván mondjuk egy nővel, azt utólag bánod, vagy mit gondolsz? Igen, nem volt jellemző, hogy lealjasítóan bántam volna nőkkel. A nők irányába való viszonyomat nagyjából meghatározta a családomban tapasztalt viselkedés. És az én családomban mindenki nagyon szépen bánt a nőkkel, így én is szépen bántam, még a prostituáltakkal is. Tehát azok is szerettek, de jó, hozzáteszem, én azért talán jobban látom ezt a világot, mint azok, akik akár tudományos alapon ezt kintről nézegették egy ilyen laboratóriumi környezetben, meg statisztikák és kimutatások, meg mindenféle információk alapján. Tehát én azért az a véleményem, hogy az lesz kurva, aki kurvának való. És az marad kurva is. Tehát, hogyha jól megnézed a prostiknak az életpályáját, valamilyen módon ők szeretik azt a fajta szenvedést. Mert ha nem szeretnék, lehet változtatni. Ez ugyanaz, mint amikor azt mondják most, hogy valakinek drogdílernek kell lenni, hogy túléljen. Nem kell drogdílernek lenni. Nem tudsz annyit keresni, ami megéri azt a fajta árérték arányt kockázat szinten, hogy ezt csináljad. Nem van, aki így szereti elrontani a sorsát. Más egy rossz párkapcsolatban rontja el a sorsát. Tehát itt hordozott minták vannak, karmikus láncok. Ugye minden emberben ott van az összes őse. Ne felejtsük el, hogy az, hogy mi élünk, ez iszonyú véráldozatnak a eredménye. Tehát mi, hogy itt ülünk, a mi őseink, azok nyertesei voltak egy evolúciós harcnak, és nagyon sok kegyetlenség történt, meg a családi mintákban. Tehát mindenki hordoz valami mintát, amivel szembe kell nézni. Tibetiek mondják, ha meg akarsz világosodni, akkor öld meg anyád és apád. De ez nem azt jelenti, bocsánat, szabad ne felejtsd, hogy meg kell őket. Tehát senki nem menje haza megölni az anyját meg az apját, de szembe kell nézni mintákkal, hogy mi az, amit el kell tudni engedni a szüleinkből. Azért először arra reagálok, tehát igaz, tényleg én a Szabadsághegyen nőttem föl, bár apukám 8. kerületbe született, a Mária utcában nőtt föl, és nagy bunyós volt, de aztán hát egy úri gyerek volt, és csak oda keveredtek így a kommunizmusnak köszönhetően, de hogy azért én mondjuk tényleg csak egy-egy történetet ismerek, de például ismerek egy olyan történetet, hogy hogy lett valaki prostituált, hogy kijött a állami gondozásból, megismerkedett a fiú valaki, aki a szerelmével, meg a nem tudom, mivel hitegette. Ő azt gondolta, hogy akkor így végre megszabadul ettől az egész szörnyűségtől, és lesz neki egy partnere, és boldogan él, aki azt mondta, hogy hú, most nincs pénzem, ezzel azzal le kéne feküdnöd, csak hogy kijöjjünk a bajból, de nagyon szeretlek, stb. És akkor utána ugye prostituáltá vált egész fiatalon, és utána ebből az egészből nem tudott kikeveredni. Szóval azért ő nem kurvának állt, és azért általában ilyen szörnyűségek van. Mondom, lehet, hogy csak én hiszem a Szabadsághegyről, te értek a szörnyűséggel egyetértek. Tehát ne, valóban, hát az egész életünk, ha úgy nézzük, az emberi élet, az ilyen szörny. Hát figyelj, amit történetet elmondtál, ugyanígy korrumpálják egymást az emberek, egy csomó minden másba. Az, hogy a szexen keresztüli történetek ilyen érzékenységgel érintik az embereket, az azért van, mert
a szexet alapvetően tabusítja a társadalmunk, és az ezzel való kereskedést, meg az ilyennel való visszaélést, vagy élést, erre ilyen stigmatikusan tekintünk. De ha megnézzük, tele van ilyen jelenségekkel az életünk. Tehát valóban, hát ez egy örök kérdés, amire ugye az ember keresheti a életében a választ, hogy egyfajta minőségbeli lépést magában megtesz, vagy nem tesz meg. De hát amit történetet elmondtál, például ugye, ha megnézed, mennyire benne van a karmikus láncot, mert például te egy ilyen helyzetbe belekerülsz, hogy jön egy férfi hiteget a szerelmével, és akkor amikor kimondja, hogy nincs pénzem, tudod, akkor már alapvetően egy egészséges nőnél megjön egy zöld lámpa, mert azt mondja, hogy miért nyomaszt engem a férfi azzal, hogy nincs pénze, és akkor amikor előjön, hogy én nagyon szeretlek téged, szerelmes vagyok beléd, de hát feküdj már le még 4-5 palival. Tehát az megint egy ilyen piros lámpa, hogy de mi a, itt valami van, tehát fölmerül egy kérdés. Tehát az, hogy ez a lány ide jut, ebben benne van az, hogy előtte a szülei hogy kezelték őt, bekerült az állami gondozásba, miért került be az állami gondozásba, előtte mit csinált, hogy jött. Tehát, hogy nincsenek véletlenek. Tehát maga a jelenség van, azzal kell kezdeni valamit, de az elsősorban, most ez hülye szó, a megvilágosodás, de valamilyen módon az éberségnek a gyakorlása, hogy megkeresem magamba, hogy mi, hol és hogy ébred föl, és ezek miért történnek. Csak nyilván egy olyan szociális helyzetből, ahonnan ezek ugye előkerülnek, ezek az ügyek, sokkal nehezebb. Igen, te azt mondod, hogy ott éltél, de végül is egy nagyon erős és nagyon jó családi háttered volt. Ez nagyon fontos. És azért nem süllyedtél el. Így igaz. Tehát akinek nincs ilyen családi háttere, mert ugyanakkor azt is mondtad, hogy miért nem száll ki. Ő ki tud szállni? Tehát egyébként ebben ki tud... Ki? De hogy mi a... Van, most ahol, nem lehet, ilyen van ahol nem lehet kiszállni. Most te már prostituált voltál. Nyilván elég nehéz utána a... mit rendes férjet találnod, mert a múltad miatt nincs rendes szakmás. Szóval hogy tud valaki ebből kitörni? Vagy láttál erre példát egyébként? Hát figyelj, mondom még egyszer, akit én ismertem, az valamilyen módon imádta ezt. Tehát, tudom, szomorú hallani, de azért... Sokszor ezek a nők, tehát ahányszor megalázott pozícióba kerülnek, meg minden, de sokszor őrületes rajongásnak lesznek a tárgyai. Van, hogy emberek könyörögnek a szerelmükért, a társaságukért, a beszélgetésükért. Tehát ez sem egy tiszta helyzet, érted? Persze most vannak ezek a nagyon szélsőséges szituációk, egyébként Magyarországon ez nem nagyon jellemző. Tehát mondjuk, ha albán nőkereskedő hálózatnak a rabságába kerülsz, meg vannak ilyen filmek, tudom, ahol ezt így csinálják, tehát van olyan, de alapvetően azért Magyarországon szerintem, ha ezt valaki nem akarja csinálni, nem csinálja. De hogy jön ki? Csak egy példát hát mondjál. Hát változtat, mi kell. Hát én hogy jöttem ki? Most nem prostitúcióból, de hát figyelj, én kifejezetten züllött életmódot folytattam. Hogy csináltam? Hát, és ráadásul szerettem is. És miért? Mert eljutottam. Gyerek, oda. Az született gyereket? Nem, dehogy is, akkor én már azért masszívan sportoltam. Rájöttem, hogy nekem ez kevés. Egyik reggel fölkeltél másnaposan, és azt mondtad, hogy most már ez. Hát egyrészt éreztem az egészségi hatásokat, de másrészt csináltam az Országház fantomja lemezt, és a Borlai Gergő apukája, a Lakatos Gábor volt a vezető hangmérnök, és ő végzett filozófus volt. És vele sokat beszélgettem. És akkor közben lett egy ilyen panteista világképem az Istennel kapcsolatban, hogy ez az egész egy mozi, és akkor hogy az Isten nézi a filmjét, rendezi, és akkor minden itt történik, és hogy ebben a moziban hány ember van, aki azt se tudja, hogy mit csinál, meg miért csinálja. Meg nem azt csinál, amit szeretne, meg nem olyan emberrel él, akivel szeretne. És akkor ugye elgondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen velem bármi történik, mégis egy dologban különbözök az emberek többségétől, nem van ebből a fajtából azért még jó pár a világban, de hogy én mindig úgy és olyan módon éltem, ahogy szerettem volna. És ezzel tisztában tudtam lenni.
Mert egyébként, aki azt csinálja, amit nem szeretne, az is azt csinálja, amit szeretne, mert azt szeretné csinálni, amit nem szeret. Mert szenvedni akar. Itt ennyi a különbség. Tehát én rájöttem arra, én úgy élek, amikor fönn vagyok, azért vagyok fönn, mert én ezt választottam. Mikor lekerülök, akkor azért kerülök le, mert ez eznek a velejárója. De én úgy élek, hogy én akarok. Nem volt soha főnököm, nem mondta meg senki, hogy mit csináljak. Szabadon úsztam. Most ez egy hülye, mint egy kalóz. És bejöttem a kikötőbe, és mindig úgy jártam, és igen, egy csomó kiteljesedhettek volna a párkapcsolataim, és elvesztettem őket, és akkor szenvedtem miatt, aztán jött egy újabb, és akkor azt is elvesztettem, mert nem adtam föl magamat, és ez ezzel jár. Tehát tisztában voltam, hogy úgy élek, hogy én akarok élni. És ezt kevésen vannak ezzel tisztában, és innentől kezdve már akkor megkezdett bennem fogalmazódni az, hogy már nem volt bennem ilyen nagyon vádaskodás más emberek irányába. Tehát úgy éreztem, hogy én azért vagyok így a világban, mert helyemen vagyok. És aztán ennek következtében ugye megfogalmazottak bennem igények a változásra. Tehát megnéztem, én nem szeretek túlsúlyos lenni. Én nem elégít ki ez, hogy csak iszom, meg drogozok, meg ilyen kurvák között ülök, és akkor... De az sem, hogy üljek egy párkapcsolatba, és szolgáljam egy nőnek a nyavajgását. Éppen aktuálisan. Tehát, hogy érted? Tisztában voltam magam. Értem, és de hogy, hogy azt is, az is kiderül mindenféle megnyilvánulásodból, hogy nagyon tiszteled a szüleidet, meg nagyon tetszik az ő házasságuk. Te nem akartál egy ugyanolyat? Dehogy nem. És az miért nem? Mert azt mondod, hogy azt csinálod, amit akartál, ezt akartad, de mégse sikerült az. Mert nem tudsz, hiába akarsz. Tehát akarásnak nyögéssel teli szarás a vége. Erről szól a világ. Mindenki akar. Tehát ez a fő kérdés a világban most, ezt kell megérteni. Hogy de az nem rajtad múlott, hogy nem tudtad elérni azt, amit akartál? Hát figyelj, az akaró ember, az a magasabb, és itt szavakkal játszunk, nem felejtjük el, tehát én nem akarok itt szóvarázsló lenni, meg nem is ez a lényege, de egy szükséges intelligenciának, tehát a belátó éber szemléletnek a hiányában van az akaró ember. Mert az akaró ember, tulajdonképpen az akarás, az, hogy tehát mi az életünket, hogy én olyan családot akarok, mint anyám. Ez egy koncepció. Pityinger László, erős akaratú gangsterrapper, aki mindennel szembe keresztül vitte az igazát mindig, és soha semmitől nem ijedt meg, még ha azt is hiszik most az ellenzéki oldal, hogy én megijedtem az Orbán Viktort, hogy íre amban nem volt soha, hogy én féltem volna egy percig is. És végigjártam azt is elfogadtam, hogy ellehetetlenítettek az adott időszakban, nem érdekelt, szartam rá. Tehát ugyanez ez volt magamról a koncepcióm sokáig világéletemben, hogy én amit akarok, megcsinálom. És ez egy darabig működött is. De a koncepcionális világnézetnek az a hibája, hogy az egyén koncepciója, az figyelmen kívül hagyja a világot. És a világot mindig bele akarja torzi, úgy akarja hajlítani a világot, hogy a koncepciója érvényesüljön. És mivel a nem hajlítás lesz belőle, hanem törés. Tehát törik a világ. Magyarán, mikor én például családot akartam, olyat, amilyen az enyém, oké, csak én választottam egy nőt, aki erről teljesen másképp gondolkodott. És meg volt a konfliktus, mert én rá akartam erőltetni az akaratomat, ő pedig szintén egy erős akaratú karakteres nő volt, és ő meg azt gondolta, hogy ő az övét akarja. Most egy ideig a férfi energiáim, azok ki tudtak kényszeríteni valami látszatszerű valamit, tehát hogy például a szép, gyönyörű, darázsderék, kerékfenek feleségem, a gyönyörű gyerekem, élünk jó körülmények között, meg minden, de belül akkor is küzdöttünk egymással, viaskodtunk, mert nem arról szólt a dolog, hogy engem érdekelt volna, hogy ő mit szeretne. Hanem az, hogy a koncepciómnak feleljen meg. Egyébként ez rá is igaz, tehát ő is a saját koncepcióját akarta velem szemben érvényesíteni, és így nem lehet.
Meg például tök érdekes, mert így a párkapcsolataimban engem végig kísérnek ezek a olyan sziluettű nők, akik akár az anyám lánya is lehetnének, tehát kifejezetten csinos szőke nőim voltak, de érdekes mód mindegyik egy picit, és ezzel nem megbántani akarom őket véletlen sem, de az érzelmi intelligencia szintjük, tehát az úgy nem ott volt. Tehát hogy én nem ezeket a ilyen nagyon érzelmes nőket fogtam ki életembe, hanem a maguk szeretett küszöbéhez képest mindegyik engem a legjobban szeretett. De mindegyiknél volt olyan mondat, amikor meg olyan cselekvések, amikre én azt mondtam, hogy hú. Jó, bocs, tényleg nagyon, nagyon érdekes ez a vonal is, de hogy akkor még egy, mert már egyébként befejeződne, de akkor egy kicsit túllógunk, mert ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, ugye ez a váltás, hogy amit mindig elmondanak róla, hogy Orbán fejét rugdostad, és aztán meg utána meg így Orbánról nagyon pozitívan szoktál nyilatkozni. Egyébként ugye a kommentelőim kérdezhetnek, ezt sokan megkérdezték, úgyhogy ezért is mindenképpen megkérdeznem. Tudom, hogy már válaszoltál rá többször, de légy szíves, válaszoljál meg. Még az érdekel, hogy azt nem tudod, hogy tehát olyan visszajelzés, nem tudom, hogy találkoztál-e valaha Orbán Viktorral, vagy van-e arról bármilyen információt, hogy Orbán Viktor mit gondol rólad, aki régen a fejét rugdostad, most meg azt mondod, hogy a legnagyobb, nem is tudom, hogy szoktad mondani, a keresztapa, vagy a nagy forma. Hogy mit gondolom, azt nem tudom, de hogy a kommunikációban rendszeresen látom bizonyos idő elmúltával, amiket elmondok, azt sokszor észreveszem. De lehet ez véletlen is, vagy egy szinkronszerűen gondolkodás, tehát egy szinkronicitási alapú gondolkodásnak az eredménye. Tehát azt nem tudom, hogy nem találkoztam meg vele, lehet, hogy nem is fogok. Ennek szerintem egyébként megvannak az okai, tehát nem hiszem, hogy engem stílszerű lenne, vagy megfelelő taktikai döntés lenne a keblükre ölelniük, de egyébként én nem is szeretném ezt. Tehát, hogy szó nincs itt ilyesmiről. Nekem megvannak a magam kritikái, és szerintem sokkal lényegébb kritikáim vannak a mostani magyar kormánnyal szemben is, mint azoknak, akik csak most azon örögnek, hogy az Orbán. Hát a kritikáim azok alapvetően nem mondom, hogy baloldaliak, bár oda lehetne sodorni őket, de magamat én most már jobb szeretem úgy nevezni, hogy progresszív konzervatív. Szerintem ezt, mint egy ilyen politikai gondolatot is megfogalmaztam már többször. Hát, hogy de mondanál egy-két konkrétumot. Hát figyelj, hogy az oktatás, az mindenféleképp, az egészségügy is, de ezek ilyen lózungok, ha csak így kimondom. Tehát nekem valóban van kérdésem az oktatással kapcsolatban. És az nem az, hogy most a tanárok mennyi fizetést kapnak meg. Mert az egy oké, az egy gazdasági kérdés, ezt oldják meg. Nekem a szemlélettel kapcsolatban vannak kérdéseim. Mert hogy mondjam, nekem sem a poroszos oktatás nem tetszik önmagában, de nekem amire azt mondják, hogy a finn oktatási rendszer meg a svédeknél, hogy bemegyünk az iskolába, egymás mellé rakunk két cellulát, és akkor azt mondjuk, hogy itt voltál Józsika, jaj de jó, és kapsz 8 piros pontot, és akkor elmondjuk, hogy milyen jó az oktatás, és közben sehol semmi. Tehát tanítanak egyfajta együttműködést az emberek között, de tehát én azért mondom, hogy progresszív konzervativizmus, hogy egy megfelelő oktatásban ugye a hangsúlyt kell teremteni a hagyományoknak, képezni kell a szerveket, tehát magát, az agyat, például a recitálás, ami a recitálás a történelmi dátumok megtanulása, vagy bizonyos információknak az átadása, a matematika használata, az maga az univerzum. Tehát ezek szükségesek ahhoz, hogy az ember készen legyen befogadni olyan jellegű flexibilis tudást, ami az aktuális világrendben érvényesülni tud. Csak ugye alapvetően azt azért látjuk, hogy Magyarországtól kezdve a nyugati féltekén az összes ország, és egyébként keleten is, a fogyasztói kapitalizmus alapján rendezkedik be. Jó, és a túlpörgetett fogyasztói kapitalizmus
az nem feltételezi az okos ember. Tehát ezért van nyugaton is. Tehát amikor azt mondják, nyugaton milyen oktatás van, semmilyen oktatás nincs, egy nagy lófasz van, elitképzés van, meg van a tömegek képzése, mert ha a tömegek túlképzettek, vagy bölcsek, nem vásárolnak. Tehát alapvetően ugye kritizálni az Orbánékat is, és az összes többi kormányt, onnan lehet, a Schiffer szokott ilyesmikről beszélni, de azért én nem vagyok vele teljesen egy platformon, mert az nekem meg már sokszor nagyon szoci, és ott megint bekapcsolik ugyanaz a világnézet, hogy egyszer csak majd jön egy szoci, aki elmondja, hogy hogy jó a világ, és ugyanott vagyunk a koncepcióknál. És a progresszív, bocsánat, az meg ott van, hogy érzékelem, hol tart a világ, mint a mélyvedőr a bunyóba. Tehát tudja a fundamentumokat, hogy vannak a lábak, hogy vannak a kezek. De ha jön egy csávó, aki elütettől, akkor van rá másik megoldás. Tehát de flexibilis tudás csak biztosnak tűnő alapokra lehet építeni, viszont ez a fajta bölcsember, ez nem igénye a társadalomnak. Amit mi építünk. Várjál, és igen, de arra válaszoljál, Lici, hogy te egy időben azt gondoltad, hogy ezt a rendszert meg kell buktatni, mert kárára van az országnak, majd jött egy váltás valamikor valamiért, az úgy hirtelen volt egyik napról a másikra, amikor meg azt gondoltad, hogy most ez jobb, mint ami mondjuk az ellenzékben van. Figyelj, szerintem azt gondolom, hogy alapvetően az emberek egy paradox helyzetben vannak. Tehát, amit ők a világtól szeretnének, a mostani emberek, akik Magyarországot is alkotják, azok jelen pillanatban ebben a rendszerben kaphatják meg ezt a legjobb formában. Tehát itt most sok autójuk lehet, azt tesznek, amit akarnak, tudnak dolgozni, ha szeretnének, jó fizetéseket is tudnak kapni, tehát tudnak élni egy ilyen életet, mint nyugaton. A ellenzékkel elsősorban az a bajom, hogy ők, tehát itt is megint távolról kell értelmezni a világot. Tehát Magyarország az nem önmagába áll, hanem ugye egy világrendnek a része. Ezen belül egy szövetségi rendszernek a része. De helyzetét illetően bár nagyon fontos területen helyezkedik el, de mégis az a szövetségi rendszer, aminek a része, az nagyjából egy provinciális helyzetként, vagy egy provinciális helyként tekint rá. Ez így volt a nyugat-római birodalomban, a római birodalomban, ez a hely ilyen volt. Tehát amikor egy olyan ellenzék van, aki azt mondja, hogy totálisan szolgáljuk ki a birodalmi gondolkodást, az a magyar állampolgároknak, a magyar embereknek alapvetően rosszabb élethelyzetet feltételez, mint amit most megteremtek. Na jó, de amikor az alternatív köztársasági elnök lettél, akkor is ilyenek voltak. Szóval akkor még nem láttad, hogy ők ilyen birodalmi... Nekem elsősorban ez különben abból volt, hogy engem, én berágtam. Tehát elkezdtek csesztetni a bazd meg miatt, és meg egy rapper az mindig rendszerkritikus. Tehát azért mondom, nekem van kritikám, most is. Most az, hogy elismerem jó, egy embernek... Jó, de akkor, amikor ott voltál, hát akkor még nem zavart, hát hogy... Hát az zavart, hogy az Orbán Viktorék, mikor hatalomváltás volt 2010-ben, marhára radikálisan elkezdték levágni mindent, ami nem hozzájuk tartozott. Tehát elvették a magánnyugdíjpénztárakat, stb. Nagyon sok mindent csináltak, ami egy ilyen autoriter törekedésnek volt nevezhető, kiépítették a saját bástyáikat a hatalomgyakorlásba, monopolizálták a gazdasági helyzetet, érted? Tehát ezt ne vegyük, ezt kezékbe vettek keményen minden. Na most ez egy azért egy függetlenebb gondolkodónak nem feltétlenül tetszik. Ráadásul ugye az ország olyan gazdasági helyzetben volt akkor, mert tényleg tré volt, ezt elfelejtik ma az emberek, tehát visszasírhatják a Gyurcsányt, de én emlékszem, ha hetente mondtak be újabb 4 éves terveket, és csak romlott minden helyzet. Nem tudtál így vásárolni, meg azt csinálni, amit akarsz mostában. Tehát ez azért egy jóléti kritika, ami mozajlik. És
ugye akkor az nem volt egy jó helyzet, és a gazdasági emelkedés az Orbánék politikai ténykedésének köszönhetően még akkor nem jött meg, tehát 2010-től 2014-ig nem volt emelkedés az életszínvonalunkban, meg a munkahelyekben, meg a fizetésekben, hanem az volt, hogy nagy szar van, és ráadásul jön egy ilyen kihan énem kormányzat, ami mindent elvesz, és még dalt se lehet írni, mert beidéznek a 7. kerületi kapitányságra. És akkor gondol, mi a fasz képzeled, engem nyomorgatnak? Hát én vagyok a tupak, nem fognak nekem magyarázni. Elmentek anyátokba. És ugye akkor jött a kritikám, amit az akkori ellenzék azért szeretett, mert volt egy országosan ismert, mint celebritás, vagy legyek én akármi, lényegtelen, aki szájára vett az Orbánt, és elkezdte kritizálni. És akkor jól értem, hogy utána bevettek, és elkezdtek ebbe az ellenzéki körbe téged csesztetni avval, hogy nem vagy elég piszi. Nem, hát be sose vettek, mert azt látták rajta, hogy önjáró vagyok. Tehát ez nagy hiba, hogy nekem ez a... És akkor ott voltak beszólások, vagy akármi, ami téged visszalökött? Nem voltak beszólások, semmi. De mi az, ami téged Figyelj, én egy véres kard voltam. Mert most azt mondják, lehet, hogy fideszes vagy, most ez nem így, de az igaz, ha nézem a videóidat, hogy az Orbánról általában nagyon elismerően beszélsz. Én sőt, nagyon sok hasonló de mi történt, gondolta van hozzám. Tehát elmondtad, hogy miért voltál ellenzéki, meg is választottak az alternatív köztársaság elnöknek, oké, akkor nem vettek be, mert ne felejtjük el csalással, mert ezt is szeretjük mondani. Csalással? Hát a Bartos Csé nyerte volna egyébként, de a 8-kerti polgármestert azt megvertem, aha, tehát azt valószínűleg most is megverném, polgármester címén is, de valami játékelmélet volt, amit én se értettem, hogy hozták itt, csak hát ugye jó, de és nem akkor akarták, utána hogy kerültél, hogy lettél fideszes? Hát figyelj, amit tudni kell, tehát az Orbán, nem az Orbán személyesen, de az ő garnitúrája engem, mint előadó művészt, mint zenészt, mint közszereplőt, tehát kinyírtak 2013 után. Tehát mikor a szoborfej megvolt, onnantól kezdve, előtte is ahúz, de onnantól kezdve semmi. Tehát még egyszer... Tehát még ki is nyírtak, de az hogy lettél fideszes? Én magamnak megcsináltam, mert még előtte nagy duettbe hívtak, meg mindenféle dolgot, meg ellenzékieskedtem, nem volt az egon, de ott túllőttem a célon, és mindenhova lesz semmi. Tehát de akkor innen, hogy tudsz eljutni oda? Hát én ott megköszöntem ezt az Orbánnak, hogy ezt megcsinálta, mert engem megszabadított magamtól. Tehát addig el se tudtam képzelni, hogy én nem úgy élek, hogy dopman vagyok, és nekem minden jár. Ami előtte is nagyon sok fájdalmat okozott nekem, mikor épp nem úgy ment. És ültem, és mondom, hát most mi a fasz fogunk csinálni? Hú, bazd meg. Hát ez, itt nem lesz műsor, mert még előtt az édes életben az öcsémet akartak velem leszerződtetni, még akkor nem volt a Berki Krisztián képbe. Tehát lett volna jó bulvár szereplés minden, és semmi, vége. És mondom, mi lesz? És akkor kitaláltuk, hogy hajkereskedést nyitunk. És akkor arra koncentráltam, és átfordítottam az ismertségemet a üzleti vállalkozásba. És ugye, amikor az első kiló hajat a kopasz fejembe eladtam, akkor mondtam, hogy ha ezt meg tudom csinálni, akkor mit nem tudok megcsinálni az életbe? Szóval akkor nem kell belefulladnom, hogy dopman vagyok, és nem mehetek fellépni fesztiválokra, meg nem engednek ide-oda-amoda, mit érdek engem? Akkor jó. Ez, és akkor ugye megismerkedtem a barátnőmmel, és ő a pénzügybe tevékenykedett, és akkor elkezdtem ingatlanokkal is foglalkozni, először ingatlanokat adtunk el, aztán kialakult a pénzügyi ténykedés, és
Elvégeztem egyébként az egyéb pénzügyi közvetítői vizsgát is, MNB-s vizsgám van, tehát komoly szakembernek számítok. Egyébként most már szaktekintély vagyok ebbe a témába, tehát nagyon megtanultam. Jó, de hogy lettél fideszes? Nem lettem fideszes, hanem elkezdtem nézni, ugye hitelkihelyezésekkel foglalkoztunk, hitelügyintézéssel. Uh-huh. Tehát én napi szinten találkoztam embereknek a fizetésével. És ez ilyen 2016 15-16, valahogy így datálható. És jöttek be az emberek, és néztem a fizetéseket. És mondom, hé, hát mondom, én egy másik világban élek, hát mi ez? Mikor bejön érted egy... Hát az Audi gyárból, mielőtt volt a nagy Audi strike, már akkor a gyártó sor mellől ilyen 4-5 kiló nettókkal jöttek hitelére, Audis dolgozók. És akkor néztem, hogy ez mi? Hát én nem erre gondoltam, én arra gondoltam, hogy éhhalál van, meg mit tudom mi. Ami szóval látod, ilyen... hogy jobban megy a gazdaság, és ezért elkezdtél azon gondolkozni, hogy mit csinálnak jól. Hát máshogy csinálják. És akkor bementem ellenzéki műsorba beszélgetni, kötött fogás, meg... és hallgattam ezeket a paneleket. Az a baj, hogy most is ilyen hülye paneleket hallgatok. Nem azt hallgatom, amit lehetne mondani, hogy ezzel mi van, azzal mi van, vannak konkrét dolgok, amiket meg lehetne fogalmazni, nem, hanem ezek a panelok, hogy az Orbán, meg a szegények éhhalnak, meg éhséglázadásról hallottam, mit tudom, még másfél évvel ezelőtt is egy kötött fogásban, arról beszélt a Konok Péter, vagy előtte, mikor Európa egyik legelhízottabb országa Magyarország. Hát most őszintén, hogy tudnak éhhalni? Nem tudnak éhhalni. Van, aki nem jut táplálékhoz, vagy megfelelő kajához, de éhséglázad. Tehát, hogy fényél, és ültem a kötött fogásra, és elkezdték már egyszer. Így a szegény, és így ültem, mondom, gyerekek, én félve mondom ki, de ez azért nem így néz ki. Tehát, hogy igenis, ezek a gazdaságba virítottak. Tehát nincs miről beszélni. A magyarság még a elmúlt x száz évben életében nem élt így, mint most. Most is elsősorban jóléti problémákkal néz szembe, és kívánom neki, hogy ez legyen a legnagyobb problémája. És ez volt az, ami alapján azt mondtam, hogy hé, akkor ezek valamit jól csinálnak. És akkor nem feltétlen velem, az emberek. Téged akkor nem vettek meg, nem keresett nem, meg senki, nem azért. Tehát nem azért kezdted el a Fidesz dicsérni, mert, és nem is, arra azt mondod, hogy megvehetnek, szóval volt benned egy ilyen terv, de hogy hát, ha ezt figyelj, mondom. Most ide, ahol tényleg beszórják a pénzt a kádba, én nem fogom ezt mondani, hogy ne tegye. Hát tegyem, én a húgomnak mindig kell új tolókocsi, meg majd kell új autó, meg minden, hát ez figyelj, iszonyú költség a húgomat például csak fenntartani anyának. Meg én szeretek jól élni, hát ha kérnek tanácsot, de már ingyen is adom. Tehát mint ahogy adnám ellenzéknek is, én nem vagyok senki ellen. De nem ellen. Volt ilyen megkeresésed? Nem. Hát kaptam már, mindig kapok a... Na most ezzel elbüszkékedek, mert még nem csináltam. De például a miniszterelnöki titkárságról mindig kapok Orbán Viktornak ilyen díszkötetbe a beszédeit, amit a CPEC-en elmondott, meg a Tucsványoson éppen, és akkor jön ilyen nagyon szép levelem az államtitkárságra, és akkor mindig keresem, hogy hol a csekk. A csekket miért nem küldik már, bazd meg. Azt nem küldik, én csak ezeket a kurva leveleket kapom. Meg és azokat elolvasod? Hát el szoktam. Hát ismerem a beszédeit, mert figyelem, hogy éppen merre felé dolgoztatja a tekervényeket, hogy a stratégiáját tudja érvényesíteni. Hozzáteszem, most szerintem nagyon nehéz helyzetben van nemzetközi szinten, és ezek ütnek most ki a mai napi magyar belpolitikai történésekbe, és ennek az eredményei az, hogy kicsit úgy érzik az emberek, hogy rogyadozik a ház. De el szoktam olvasni, meg egyszer a Varga Judittól is kaptam egy skót viszkit, küldött nekem a igazságügyi minisztériumból. Mert amikor megvádolták, hogy milyen leszbikus a férje volt, vagy valami ilyesmi, és akkor magam stílusába kiálltam mellette, és akkor mondom, mi van? Hát legalább örül a férje, mert hazavisz egy nőt. Tehát mondom, mi akkor van? Miért ezekkel foglalkozni van egy politikust illetve? Főleg, hogyha mi vagyunk a humanista PC vonat, tehát ilyen jellegű volt, meg szerettem volna vele podcastet csinálni, mert szerintem az egyik legképességesebb magyar politikus most is,
hozzáteszem. Tehát így, hogy ez a helyzet kialakult, de arra nem került sor. Tehát, hogy persze mindig könnyű azt szeretni, aki olyasmit mond, ami kicsit alátámasztja a világnézetünket, de bennem nem feltétlenül ezt kell keresni. Tehát én fönntartom magamnak a jogot, hogyha olyan jellegű dolgot látok, azt ugye, hogy megfogalmazom, de nem hajhászom azt a népszerűséget, hogy most minden áron azt mondjam, hogy Orbán Viktor ilyen meg olyan, meg ráadásul ugye mondom, van egyfajta törekvésem, tehát azért az nehéz lenne nem észrevenni, hogy én ellenzékieket sem mocskolok már. Tehát nem mondok róluk ilyet, hogy ez egy ilyen ember, meg olyan, meg, mert nem vagyok én a bírája senkinek. Meg én értem, hogy ők egy játékot játszanak. Talán az fáj a legjobban, hogy én látom, hogy ezt a játékot együtt játsszák. De ezen miért kell megsértődni? Hát mindenki azt játsz, amit játszani akar. Köszönöm szépen. Igazán nincs. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz.